Azt hiszem, hogy nézőink közül a dallamot azért sokan felismerték, de ez azért nem egy egyszerű módon játszott el nekünk Török György előadó művész. Nagyon sok érdekes hangzás volt legalábbis számomra, de nem csoda, hiszen talán aki már látott itt a televízióban is tudja, hogy jazzzenészként jelentél meg a képernyőn is már. Egy jazzzenekarral vettünk fel téged, talán nem haragszol meg, és a nézők sem, hogyha tegeződünk, mert nehogy ilyen röhelyes helyzetbe kerüljünk, hogy itt a képernyőn magázódunk. Tehát, hogy van egy jazz múltad, és ebből jól kihangzotta ez a jazz múlt. Mi volt ez, és tart-e még? A jazz múlt, vagy a dal mi volt? A A dal a karaván volt, igen. A jazz múlt az múlt. Volt jazzzenekar, ami elméletileg van, akármikor össze tudunk állni a társasággal, megvannak a dalok, szívesen játszom őket, de mostanában inkább ezt az önálló gitározást igyekszem jobban művelni, minél jobban művelni. Ott voltak saját szerzeményeit is ebben a jazz műfajban? Voltak, igen, nagyon szépek, szerették is őket, jó is volt játszani. Aha. Hát és ugye természetszerűleg ott nagyon sok improvizációval kellett élni, ugye a gitárral is, Igen, igen. természetesen. Ebben mennyi volt az improvizációs elem, amit most játszottál? Semmi. Utolsó hangig be volt állítva, be volt gyakorolva. Tényleg? Pedig Abszolút. ilyen, nekem legalábbis volt egy olyan érzésem, mintha itt ilyen spontán dolgok is lennének. Hát örülnék, hogyha az, amit itt sikerült most előadnom, csak úgy már spontán is tudnék ilyeneket. Nem, ez nagyon sok munka, egyszer alaposan ki kellett találni, és aztán, ahogy a tanítványomnak szoktam mondani, néhány százszor el kell játszani, és menni fog. Tehát azért ez sok munka van mögötte. Vannak dolgok, amiket mondjuk elkezdek kísérni egy dalt, akkor ott már tudok változtatgatni benne, saját stílusomban, saját kíséretemet, basszusszólamokat használni, de ez annál nehezebb dal, mint hogy most nekem legalábbis biztos vannak olyanok, akik bármikor erre rá. Az improvizáció nekem nem célom. Cél volt az improvizáció a jazzzenekarban, ott lényegében azért volt a zenekar neve TRT Jazz, mert a jazzben, amikor eljátszunk először a melódiát, improvizálunk rá, és aztán a melódiával lezárjuk a dalt. Azt a jazz slang úgy mondja, hogy a dal szerkezete téma, rázás téma, TRT jazz. Tehát nem túl szellemes, de mindesetre van oka annak, hogy ez a zenekar neve. Ez a jazz improvizálás már nem célom. Nem célom. Én szeretném kiaknázni a lehetőségeket, hogy egy akusztikus gitáron, ujjal pengetve, miképpen lehet minél több dolgot megszólaltatni, akár felidézve a lehető legjobban az eredeti dalt, azért, mert valamiért úgy szólnak ezek a dalok. Ezt felidézve például, mert ez itt szól, tehát a dalokat szeretném ott eljátszani. De minél jobban előadni, de valamiket például feldolgozom egy dalt. Ez a... Ismerős a dallam? Ugye, és akkor ezt mi szígyázunk. Tehát ezek, legyen benne azért valami a saját stílusomban. Tehát vagy igyekszem egy az egybe lejátszani, minél többet felidézni, akár bőgő szólamokat, ilyesmit, vagy valamit kitalálni, hogy valamitől még szebb legyen. Ez a bőgő szólam, figyeltem közben a kezed, hogy ezt a hüvelykujjaddal csinálod közben? Tehát, igen. Hogy így, az ujjaknak megvan a szerepe? Abszolút, bizony. Ezzel az ujjammal játszom általában a dallamot. Persze, gyorsan akkor váltogatni kell az ujjakat. Igen. Ezzel a kettővel általában az akkordokat játszom, és ezzel meg a basszusszólamot. Ez most egy remek pillanat akkor, hogy meg is mutassam egy viszonylag egyszerű csárdással, hogy is történik mindez. Van egy közismert dallam, ez, hogy... Ismerős?
ennek van egy kísérete. Iszol, tá, lá, 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 tá, tá, tá. Ez a kísérete. Van ennek a kísérletnek egy basszus szólama. Most akkor eljátszom a kísérletet és a basszus szólamot. Játszani, így kísérném. De most akkor hallgassuk meg a hármat egyszerre. Ugye ez jó. De nem, egyébként is nagyon érdekes, most hogy főleg, hogy tudjuk, hogy mi történik, és ez itt a bal oldaladon csak 4 új áll rendelkezésre, igen, mindenre. Tehát itt tényleg ki is kell találni. Hát tulajdonképpen itt ebben a dologban te áthangszerelő is vagy akkor. Feltétlenül. Nem? 4 igen. Újra, mennyi? 2-4-6 húrra, igen. És még egy 3-4 újra, amivel pengeted. Igen. Meg kell elégedni ennyivel, ezzel kell gazdálkodni, és talán ez benne az érdekesség, hogy klasszikusokat föl lehet dolgozni, csak jöjjön vissza az a hangulata, ilyen... Közbevetőleg, az előbb említetted, hogy tanítványaim. Igen. Kiket tanítasz, hol? Hát az a megtiszteltetésért, hogy Budapesten, Zuglóban, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen én vagyok a gitártanár, most már 4 éve, ez a 4. év, hogy tanítok. Nagyon szép munka, tényleg megtisztelő. Ezek lelkész tanulók, akik gitározni akarnak, a munkájukat segíti. Nagyon sok szép világi dalt énekelnek, és játszanak. Ugye ott elég keményen tanítom a zeneelméletet, mégiscsak egy felsőfokú oktatás. Tehát azt bírják a szolfést? Hát ezek mindent bírnak, hát olyan dolgokat, őrült dolgokat tanulnak, hát Hébert, meg ilyesmi. Uh-huh. Hát ezek után egy szolfés, hát az már semmiség. Persze óvatosan kell adagolni, nem kell elvárni, hogy mindig minden lecke abszolút kész legyen. Ez végülis nem gitárosnak készülnek. Nem gitárosnak készülnek, de egyébként egy-két rendkívül tehetséges van köztük. Tehát van, aki simán játszik úgy, mint én, nem is értem, minek iratkozik be órára, azért egy kreditért. Mindegy, nagy élmény velük játszani, egy kicsit... Olyan is van, akit úgy moderálni kell, már túl, te megeszi a gitárt. Tehát ne tegye tönkre ezt a gitárt, mert iszonyúan pengeti. Persze én is néha nekiesek a gitáromnak, és úgy tűnik, mint a tönkre tenném, de az ismerem viszonylag a határait. De ez klasszikus gitárt tanítasz, vagy már ezt a stílust is beviszed az órákra? Klasszikus gitár iskolából, tehát 2 feladat van ott, alapvetően megtanulni kottából olvasni, lejátszani a viszonylag egyszerű dalokat, és dalokat tanulunk. Nagyon szép dalokat, sokszor ilyen filmzenéket, a Napfűvér Holnövérből van 2 szép dal benne, a Jézus Krisztus Superstárból van, és vannak nemzetközi dalok benne. Tehát amilyen mindenütt játszák, finn szerzőtől van benne egy nagyon kedves dal, és akkor egyszer volt egy finn tanítványom, aki elénekelte finnül, különleges élmény volt hallani.
Azért most már megtudtunk egy-két dolgot, hogy mi a különbség abban, amit most játszol, meg mondjuk a régi éned, a jazzes éned, Igen. Amit ezek szerint nem hagytál teljesen magad mögött, mert ha úgy alakul, akkor a régi zenekar is összeáll, most már azt is tudjuk. De mi a különbség abban, amit most csinálsz? Mi az a különleges érzés, ami miatt ezt csinálod, vagy különleges cél, ami miatt ezt csinálod? Hát így megtalálni itt a határ, maga az előadás. Az előadás, az élményadás. Azt, amikor látom, hogy velem együtt énekelnek, vagy mosolyognak rajta, mert örömet okoztam vele. Van egy olyan műsorom, hogy 2 órán keresztül csak Beatles dalokat játszom, időrendi sorrendben, úgyhogy közben vetítem projektorral a hátam mögé a szöveget. Tehát például ez egy nagyon szép kis műsor, akkor filmzenékre is már ráálltam, hogy összeállítsak, csak abból még 2 órányi nincs, persze rengeteg van abból is. Úgyhogy, de például a Beatlesből hagyd mutassam meg valamit, így kezdődik egy ilyen, hogy... Beatlesnél hagy maradjak. Még, ha már a Beatlesnél vagyunk, még 2 dalt esetleg eljátszanék ebből a műsoromból. Az egyik mondjuk az, hogy egyébként érdekes, a Beatlesre rákérdeznek, Beatlesja, és a Let It Be-t is játszol. Thank you.
kell ezt gyakorolni, mennyit kell dolgozni ahhoz, hogy az ember ezt tudja csinálni? Hát nagyon sokat. Hát amennyit csak lehet. Uh-huh. Napi 48 óra, hogy már bőven elég lenne. Uh-huh. Ezt egyébként azt hiszem ki is mondta, Kovács Andor mondta annak ide, napi 48 óra gyakorlás lenne elég. De egyszer a John McLaughlin-t hallottam, a világ egyik legnagyobb gitárosát. Azt mondja, az ember csak gyakorol, aztán úgy hal meg, hogy nem tudja eljátszani, amit szeretett volna. Uh-huh. Szóval én talán annyiból könnyebb helyzetben vagyok, hogyha egyszer most kitaláltam valamit, és azt tényleg begyakoroltam, hogy el tudjam mondjuk akármikor adni, elő tudjam adni, akkor már van egy valami a tarsolyomban. De az improvizálásnál pedig ott ennél sokkal nagyobbak a határok, és az ember minél többet improvizál, annál messzebbre lát, és annál nagyobbakat lát, mint amit tud. Mondjuk egy John McLaughlin-nál nehéz fizikai, vagy valami mentális dolgot elképzelni, hogy akadálya lenne, de hát ezt én nem tudhatom. Még egy gyönyörű pitlisztát játsszak el. Effektet rárakok. Ez tulajdonképpen a sornak a Please, Please Me-től kezdve játszom a dalokat. Ez a legutolsó, amit el szoktam játszani. Ez nagyon meggyőző volt, amit most csináltál. Téged mennyire befolyásol a közönség, vagy mennyire... Tehát ugye most nincs közönség, itt csak a kamerák vannak, de gondolom, hogy azért valamennyire csak befolyásol az, hogy ott vannak emberek, akik hallgatnak, esetleg látod, annyira profi vagy, hogy már látod az arcukat, látod a reakcióikat is. Mennyiben segít ez, vagy mennyiben húz néha vissza? Feltétlenül lelkesít, ha meghallgatnak. Olyan szinten állok, annyira szeretném megmutatni a világnak, amit tudok, azért is vagyok itt is többek között, és annyira kevés még mindig, amennyi van, hogy képes vagyok elmenni a hangszerboltba, és megfogni a gombját az eladónak, de figyelj, ezt hallgass meg, valakinek meg kell mutatnom. Persze, ott szeretek zenészeknek játszani. De szeretem megmutatni nekik, hogy miket találtam ki, az akkordjaimat, vagy a megoldásaimat. Tehát itt mondjuk az akkordok, mondjuk a karavánban ott voltak rendesen akkordok. De vagy ilyen megoldás, egy ilyen produkciót, vagy nem tudom minek nevezem, amikor van egy ilyen dal, hogy... Jó,
eljátszom. De mi van a gitárszólóval? Mert ugye mindig eljátszom a gitárszólót, és akkor ugye az a produkció, hogy hát ott egy zenekar, van egy basszusos, van egy kíséreszt, és van egy gitáros, aki ott tűvé teszi a gitár. És én meg egyszer mind a három helyet eljátszom, ugye ez a... Tulajdonképpen azért csak felidézem ezeket, de igyekszem minden hangot eljátszani benne, a nehezeket is, ami olyan kicsi virtuóznak tűnik. És vagy olyanokat, az olyan megoldásokat, hogy... a dallam, de érdekes, hogy ezt egy kórus énekli, vagy fönt játsszák a zenekarok, vagy kórus énekli milyen így, hogy... Tehát, hogy meg kell szólaltatni ott mélyen is. És ez egy érdekes dolog, hogy mélyen nem szoktak szólózni. Mert macerás is egyrészt akkordallamban szólni. Amúgy is az van, hogy a dallamot ezzel az ugye mindig hangosabban kell játszani. Tehát azért lehet fölismerni, mert tényleg hangosabban játszom, szólózom azt a dallamot, miközben az akkordokat bejátszom a megfelelőt, amennyi csak lehet, és aktívan a basszust, ahol kicsit olyan, mint ahogy hallod a zenét, és akkor igenis szokott lenni egy olyan basszus, hogy tüdüm, 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 és én azt belejátszom. Lehet, hogy közte a basszusok csak éppen minimálisan vannak meg, de amit tipikusan az ember emlékszik rá, azt igyekszem bele játszani. Ettől olyan nagyon igazinak tűnik a dolog. Voltak ebben elődeid, akik ilyet csináltak? Hát természetesen vannak, már példaképeim már nincsenek, még a jazz korszakomban voltak példaképeim, de rájöttem, hogy a példaképeimet sose fogom utolérni. Inkább minek hívjam őket? Hát merítek abból, amiket látok tőlük, a lehetőségeket látom, hogy tényleg nagyon nagyok. Ugye Tommy Emmanuel, akit szoktak a gitározásom után megemlíteni, és ez nagyon megtisztelő, hogy őhozzá hasonlítanak. De érdekes dolog, hogy tőle is láttam egy riportot, amire azt mondja, hogy egyik nap úgy érzem, hogy én tudok gitározni, másnap meg úgy érzem, hogy semmi értelme volt, hogy hozzáfogja. Mondja egy Tommy Emmanuel, aki egy világhírű ausztrál gitáros, tényleg virtuóz. Én annyira nem vagyok virtuóz, tehát ezek a gyors figurák, ezek nekem annyira nem mennek. Inkább barátaim, ugye nekem van egy Doki Becen nevem még a bábos korszakomból, és akkor most akkordokinak jönnek, mert hogy annyi akkordot játszom ezekben a dalokban. Még volna olyan, amit megmutatni kell. Még azt azért hagyd kérdezem meg, hogy te tényleg bábos is voltál, és volt egy Vagyok is? Vagyok is. Ezt akartam kérdezni, hogy azért a bábot nem tette, de nem porosodik valahol ez a sokat látott és sok helyet megjárt, sok műsort végigcsinált báb. Igen, igen. Két dolog van. Egyrészt van Levente Péterrel játszom együtt, és ez nagy becsbe tartom, és nagy megtiszteltetés. Állandó megtiszteltetések érnek engem ebben a világban. Meg ilyen boldogságok, hát nem beszélve a családomról, meg a munkatársaimról, mindenkiről. De tényleg, hát Levente Péterrel együtt dolgozni megtiszteltetés, és én nem tudom, hány százszor hallottam már, de hogy én még mindig nagyon élvezem a műsorát. De egyszerűen nem értem, de annyira tudok nevetni azon, ami nevetséges benne, pedig egy poénját azt, ahogy mondom, százszor, de amikor lemegy egy hölgynek, átad egy láthatatlan virágot, de megegyeznek abban, hogy akkor ez itt egy ilyen ajándékvirág, soha nem hervad el, még megszagolhatom utoljára, mondja a hölgy, hogy természetesen. Odahajul a hajához, hogy bejelenti a közönségnek, sampon illata van. És ez mindig jó, mindig poén a sampon illata van. Persze, hát rengeteg minden van még, de én ülök a színpadon, és én végig mulatok rajta. Persze, amikor eljön az ideje, fölkapom a gitárom, előveszem a majmot, meg gyönyörű munka játszani vele, néha tényleg ott improvizálunk, nagyon érdekes, a majomban improvizálunk. Tehát improvizálásból születik úgy a műsor, amikor a majomnak volt egy ilyen játékom vele, hogy oda nyúl a mikrofonhoz, ugye egy gömbölyű fejű dolog ott az a mikrofon, ilyen fekete szerszám. Oda nyúl a mikrofonhoz, de el is kapja a kezét. És akkor jött a Péternek a reakciója, de ez itt színpadon volt, hogy ne nyúlj hozzá, tudod mi ez? Négerfagyi. Banánízű négerfagyi, és megpróbálja megenni. És ez bemaradt a műsorban, pedig tényleg csak egy bekattant ez a dolog, a négerfagyi van olyan édesség,
De hogy ilyesmiből épült, csodálatos munka együtt játszani Péterrel. Persze, hát, ami a mellette az ő fantasztikus, hogy nem változik, hogy az értékrendjei mindig ugyanazok, hogy példamutató. Uh-huh. Szóval ez egy külön világ, ez a bábos világ, vele együtt dolgozni. Úgyhogy az egy tényleg egy nagyszerű dolog. Tehát a bábozás az maradt. Uh-huh. De hát inkább most már inkább gitározom. Ezek a népszerű dallamok klasszikus gitáron tulajdonképpen ez a koncepció? Ez. Nem találtam jobb nevet. Uh-huh. És ebben csak külföldiek, vagy, mert ugye ilyenkor, amikor valaki egy ilyen új technikát, új stílust próbál ki saját magán, próbál kidolgozni, akkor óhatatlanul előjönnek a magyar dalok, a magyar népdalok is. Mm. Nálad is volt ilyen? Feltétlenül. Vagy van is ilyen? Van, igen, és nagyon, nagyon szép feldolgozni ezeket, néha talán kicsit jazzesen. Uh-huh. És, az ilyen átirat. Átirat volt, aki azt mondta, hogy olyan, mint a Bartók feldolgozás. Kétségtelen, amikor tanultam zongorázni, azért én ezeket játszottam a Bartók gyermekeknekben, vannak magyar népdalok is, tiszta jazz. Tehát teljesen jazzes akkordok. Ilyenek is vannak, de a magyar dalból például, ahonnan kiindult ez az egész, nem készültem én erre, nem gondolkoztam, mit kéne csinálni. Tehát nem volt ilyen pillanat, hanem volt, amikor játszottam, fogtam egy ilyen, akkor az is egy ilyen akusztikus gitár volt, valahol voltunk üdülni, nem vittem volna mindenféle felszerelést, csak egy gitár mindig van nálam. Igen? És igen, hát anélkül... Gitár nélkül ki sem mozdulsz? Hát ha tehetem, akkor nem. Szóval, és akkor volt, hogy van egy ilyen, ahol... Ezek adják magukat az akkordokból. Tehát ilyesmiből indult ki az egyszerűből. Igen. Meg Beatlesből ez a... Ez annyira alap, akkor ez a mód, hogy például... Hát ha ezt csak beszélgetünk, és most nem gitároznál, akkor én fogadni mertem volna, hogy a magyar népdalokból indult ki, de jó, hát ha ebből indult ki, akkor... Egy magyar dalból indult magyar ki. Magyar dalból? Igen, hát lehetett volna egy magyar népdal is. Népdal is. Thank you.
Még... Mi a kedvenced? Most már mindig az újok a kedvencek. Aha. Mindig az újok a kedvencek. Mondjuk ez a Here Come the Sun, ez nagy kedvencem. Biztos azért is, mert sikerélményeim vannak vele kapcsolatban, sikereim vannak vele kapcsolatban. De az valami nagyon nagy boldogság játszani. De hát például ez az új a kedvencem, hogy... Tehát a jazzakkordok megint megszólaltak a magyar nép dalok között. Van olyan dolog, amit még érdemes lenne tudnunk erről, és én, mert hogy nem vagyok gitáros, nem tudom megkérdezni? Hát nem tudom, itt a technikákról mindesmiről beszéltünk. Érdekes dolog egyébként a zeneelmélet sokszor segít benne, hogy mik legyenek a megoldások, amúgy természetes lenne, hogy a zeneelmélet segít, de hogy mondjuk a rutinból kéne, vagy a hangzások, ki mit, hogyan használ, amikor az ember elkezd a zeneelméletet használni, akkor azok teljesen bejönnek. Igen? Tehát igen. Itt vannak ilyen szokásos, a zeneelméletben ilyen szokásos lépések. Hát igen. Igen. Van néhány akkord egymás után. Úgy mondjuk, hogy 1-6-2-5-1. Ez már tulajdonképpen majdnem zeneelméleti mutatás. Tehát hogy minden dal ebből van. Az is, hogy börtön ablakában nem süt be soha fény, vagy az, hogy a world don't come easy to me. Aztán folytatódik másképp. Uh-huh. Tehát sorolhatnám a dalokat, ebből adódik. Ez érdekes. Játszanál itt végül nekünk valamit, ami a szíved csücske? Vagy mindegyik az, csak most, hát ha van olyan, ami nem hangzott el, és igen, végig igen. Is. Na van egy egész különlegesség. Jó? Ugyan szomorú, de... Nem baj, majd utána felvidem, hogy...